Na, vissza is tértem. Szóval, közben észrevettem, hogy itt van még egy küldi. De nem baj, csináljuk ezt meg. Nem baj, hogyha egy kicsit hízunk. Egy picit fejlődünk. Már kelleni fog. Azt hiszem, hogy itt lehet ilyen megbízásokat szerezni. Igen, igen, igen. Ez például pénzt ad. Ezt le is szedem. Ezt a megbízást. Na, és akkor menjünk ide föl, nézzük, hogy itt mi lesz a küldetés. Hello? Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion. Someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. You called? Oh, Cassandra. You startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the Spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary's stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Valamilyen... If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Valamilyen lándzsát keres. Valamilyen szent lándzsát. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. És akkor meg fog bennünket jutalmazni, hogyha azt elhozzuk neki. Jó. Na nézzük, azt mondja, hogy... Itt több... Ja. Pillanatra több mindent kiírt, de akkor ezek szerint nem... Vagy nem sikerült olyan gyorsan elolvasnom, úgyhogy... Az a helyzet, hogy nem lehet sprintelni, hanem egy konstans sebességgel. Ja, meg kell találni a bejáratot. Valami olyasmit mondott, hogy... hogy a szikla barlangban van. Ez a kérdés, hogy... hol van a bejárata annak a barlangnak. Oké. Nem szóltam. Na már megint. Ez a sziget tele van farkasokkal. Na, itt van. Wow. Azért egy ilyen barlang. Nagyon menő. Még medúza is van a barlangban. Nem ezt akartam. Nem tudom, mit akart pontosan. A búvárkodásról beszélt. Ja, hogy úgy tudok majd kijutni. Ja. Oké. És emlékszem, hogy fontos, hogy lesz majd egy olyan fegyver, ami kijut, vagy ami a búvárkodás segíti elő. Na hát. Ez meg itt micsoda? Ide szoktak járni emberek.
Need a light? Maybe. Itt tudok fákját gyújtani. Jó. Hoppáka. They'll be watching for me. I need to be careful. Kik? Valamilyen... Tök durva, hogy a másik nem látott meg. Oké. Ennyi volt. Nem baj, ennyi kis nyersanyag azért kell. Ó, hogy itt volt. Na szávasz, Gergő, mi a helyzet? Szóval Odüsszi van. Odüsszizünk. Per pillanat. Hogy vagy? Meg volt már az ebéd? És hogy innen akkor másfelé nem tudok kimenni, csak majd a... Várjál, ott fönt van valami. Nézzük meg az ott micsoda. Kapta halt. Ja, én is egyébként örülök neki, teljes felüldülés a Valhalla után. És lehet, hogy ezt is hard módba fogom játszani. Nagyon úgy néz ki, hogy... hogy úgy egy picit kihívást hoz, hogyha nehezebben játszom, mert mondjuk egy 3 vagy 4 szinten magasabb enemy már nehézség, tehát azt már így normálban is elég nehéz kinyírni, de így a saját szintemen lévőket gyakorlatilag pillanatok alatt kivégzem, úgyhogy majd azt a stream végén eldöntöm, de szerintem váltani fogok magasabb szintre. Cassandra, have you come back to talk about the spear? I have. Oh good. Tell me, did you find it? You mentioned a reward. Oh, of course. You've certainly earned it. Ennyi. Nem gondoltad, csak úgy ingyen odaadom. Na, léptünk is szintet. Tök jól néz ki a szintlépés is. 31. szintű vagy? Na, hajin. Az jó. Na, szóval akkor a második, ez lesz, ez az irányítható nyíl. Emlékszem, hogy ez nagyon, nagyon hasznos, úgyhogy hogy ezt mindenféleképpen próbáljuk csak ki. Ha, és akkor 4. Ha, és akkor tartani kell. És nem kerül fokozatos koncentrációba, nem kell folyamatosan koncentrálnunk rá, tehát nem fogy állandó jelleggel az adrenalinunk. Jó. Viszont ezzel is csak bizonyos, tehát valameddig tudok csak ellőni. Jó, ez jó lesz. Na, nézzük csak akkor még... még 5-ös szintű, lehet, hogy még kéne egy küldetést csinálni. Lehet, hogy még egy picit húznunk kellene föl a szintünket. Megnézzük ezt a küldetést. Ez azt jelenti, hogy farkas. Ja, farkas, mint hogyha azt mondaná, hogy farkas... farkas prémet. Nem jutott eszembe a neve. Magyarul farkas prémet kell keresnünk. Elég sok farkasba belefutottam, úgyhogy... sőt, itt valahol az oldalában is vannak a hegynek a farkasok.
Ott vannak fönt. Ennyi. Fölmegyünk és kicsit gyilkolászunk farkast. Meg kell szoknom, hogy ne ugyanazzal a gombbal kell hívni a lovat. Viszont tetszik, hogy nem lassul a hegyen. Ez mind a Valhallába. Tudom, hogy az reálisabb. Szeretem ezt a nyilat, szeretem ezt a képességet. Jó, megvan akkor. Menjünk vissza. És kapunk érte zsét. Come on. Let's go. Oda kell adnunk a vállalkozónak a prémet. Ez egy tipikus ilyen mercenderis zsoldos küldetés volt. Itt gyakorolnom kell, hogy eszembe jusson magyarul. Nem akarok mindent angolul mondani. Így is szerintem elég sok kifejezést használok angolul. Na. I should have known it was you who'd ask for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos, he'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance. But you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them. Good drachmi for me. Uh-huh. Here they are. All accounted for. In record time too. Take your pay. Ezek szerint akkor ez a aténi területnek számít. Na, 270 drachmát kaptunk. Ez egész jó itt a kezdetek kezdetén, szerintem. Jó, és akkor nézzünk még egy küldetést, aztán megtámadjuk ezt a Chavest. Menjünk fel a Marcoshoz. Ja. Menjünk fel. Nézzük, mit akar. Nézzük, mit akar, Marcos. A nagy szájú. A nagy szájú hazudozó. Vagy csak füllentő? Hát, hogy csak füllentő inkább. Ez a fejsze nagyon tetszik, ez teljesen jó, és ráadásul tök nagyot sebez. Mondjuk ritkán lehet vele támadni, szóval sokszor kell dodge-olni, de azért én azt gondolom, hogy ez egy jó fegyver. Nyersanyag. Még nem kellett nagyon fejleszgetnünk. Na, Marcos. Ah, here you are, and not a moment too soon. I've dealt with the bandits and gotten the wood for the boyar. I had every confidence in you, my friend. Well, your plan? Right. The Cyclops and I have a score of drachmi to settle. The same score as you, my rough and tumble friend. He wouldn't be after me if it wasn't for Mindig you. Kér valamit. Friend. Állandóan. Right. But I swear, this will put an end to it. If he insists on sending his goons after us, we'll make sure his last good day was yesterday. Let's hear it then. What do I have to do? What will we do, you mean? As the brains to your brawn, I consider it a joint effort. Of course you do. Think, what does the Cyclops value most? His men? His land? His ships? No, his obsidian eye. Get to the point, Marcos. Oh, fine. We're going to steal it. Are you crazy? You borrow his drachma, then you steal his eye? Having it means Azt we win. Then it goes to El akarja lopni a legveszélyesebb embernek.
az obszidián szemét. Az egyik szeme hiányzik, azért hívják Kükropsznak. It has to be done without the Cyclops knowing. You cannot be seen. Then my new bow will come in handy. He keeps the eye in his house. It's too valuable to wear out. A wise choice until you show him the error of his ways. Wait for the sun to set. Ezt kaptam azért, mert ezt a ruhát, mert játszottam a Valhallával, és onnan egy ilyen bónusz content. Úgyhogy felvettem, mert egyébként jobb, mint az alapszerelés, úgyhogy addig, amíg itt az elején kalandozunk, és nem cserélem le egy jobbra, addig ez maradhat. Fine. But you won't get away with being cheap. Cheap? You wound me, Cassandra. It's your defining trait. Bring me the eye and I'll prove you wrong. Remember, not a soul can see you. Got it. Pull this off and our heads won't be the Cyclops' trophies when he comes back. Ez, mert ez egy ilyen viking szerelés, hogyha látod igazából. Ilyen vikinges stílusú. Csoda, hogy nem fő meg benne. Vagy innen van a ruha. Na, hát akkor lopjuk el a Kükropsznak a szemét. Hát ez miket talál ki, de komolyan. Mert hogy így van, az a legértékesebb. Most az a kérdés, hogy a Kükropsz számára a legértékesebb, vagy mindenkinek olyan értékes. Most baj, hogy itt nem lóval lovagolok, hanem itt szaladgálok, mert közben nyersanyagot gyűjtök. Ez így kicsit jobb megoldás, mint a Valhallába, hogy szét kellett verni a köveket. Itt vannak Markus szőlői. Na. Oké. Na nézzük. Itt van egy csávó. Ott. Ha, az egy magasabb szintű, illetve egy ilyen vezér. Itt is van valami. Na, ez egész sokan vannak egyébként. Szerintem ez a mechanika egyébként teljesen jó, hogy így lehet így spotolni az enemit a sassal. Már nekem mondjuk az is tetszett, amikor az előző részekben ilyen pirossal megjelölte őket. Az is szerintem teljesen rendben volt. Na nézzük, ki tudok leszedni. Szerintem ott őt le tudom asszaszinálni, úgyhogy szépen oda lapakolok, és... I need cover. If I'm quiet, I can hide in the bushes. Amaka, must be some eye to have that much protection. I have to stay out of view. Oké. Na nézzük. Azt mondta, hogy szépen csöndbe csináljam meg. Úgyhogy szépen csöndbe fogjuk megcsinálni. Ó, és a Celt Killés kapok egyébként izét, XP-t, ezt nem is tudtam. Elfelejtettem, hogy ilyesmi is van. Na, szerintem azt ott lehet, hogy ki tudom iktatni. Van még egy járőr valamerre. Oda igen, tudok lőni? Mondjuk ezzel a szuperképességes íjjal. Uha. Az kapta halt. Ez nem is. Van még egy-kettő.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 enemy van még. Mondjuk a nyilvesszőket nem tudom, hogy a nyilvesszőkből mennyi van még. Na, ennyi volt. Oké. Okay. Mindent lootolunk, mindent is. Kaptunk egy szoknyát. Lehet, hogy az kéne. Find. Na várjál. Bent vagyok a házban. Mit szállsz? Vajon őrzik? Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy ide bejöttem. Elég sokan vannak itt, meg kéne ritkítani őket kívülről. Itt van egy csávó. Szépen behívjuk. Meglátták a hullát? Azaz. Kapta halt. Na hát, elég szeltek vagyunk. Jól van. Ott van még két csávó, illetve... Aha, az egyik az rabszolga. Úgyhogy... Azt... Ria? Jó. Na, és akkor itt van még kettő. Teljesen jó. Oké. És... Ő az utolsó. Megvan! Oké. Megvan! Na, akkor... Hosszuk ki a helyet. Volt még egy. Itt nem vettem észre. Ilyenkor a kutya megtámad? Meg bizony. Nem is tudtam, hogy a kutya is megtámadni. Na jó. Nézzük, mi van még itt. Ezt jó kilótoljuk. Lootolás. Jöjjön a zsé. Még itt az elején kell lenni fog. Kaptunk egy bunkót. Ó! Oh. Hoppá! Jó. Azt hittem, hogy kapok érte valami extra rewardot. Az oroszláné. Azért járt volna, nem? Bocsi srácok, de itt az elején nagyon kell lootolni, úgyhogy ezt... Főleg, hogyha majd hard módba fogom játszani, akkor eléggé fel kell fejleszteni a gírt, hogy jó, jól menjen minden. Jól van. Én azt gondolom, hogy itt ennyi volt. Mehetünk, ott van még egy katona, igen, azt sejtettem.
Most szemtől szembe, face to face megtámadjuk. Hoppá. Hello. Jó, majd a... Igen, gyakorolnom kell a Territ. Perrit, aha. Blokk nincsen, csak Perri. Na jó van, elloptuk a Kükopsznak a szemét. Nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet, de... Ha, okés. Közben gyűjtögetek. Emlékszem, hogy volt egy olyan pont, amikor már én vásároltam a nyersanyagot, mert nem tudtam annyit szerezni az eszközök szétszedésével, hogy fejlesszem a gírt. How many of his guards were there? All for a fucking rock. This rock could buy a house, my friend. And yet, it's still not enough to pay back the Cyclops. Oh, don't be upset. Think of all the fun we've had. The Cyclops is going to kill us, Marcos. It's as simple as that. And there's nothing fun about it. This will work, I promise you. Would I lie to you? Don't make me answer that. Take the eye, but don't sell it yet. No vendor would believe we came by it lawfully. They know exactly who it belongs to. Fine. Better your pocket than his socket. I think that's enough for one day. Quiere, Marcos. Wait, I saw a boat. One I've never seen before. So? The vessel's too good for this dirty town. It must be the Cyclops, and he brought friends. Mm-hmm. He's back? A Cyclops visszajött és hozott pár űrkét. Látott egy hajót a Marcos. Uh-huh. Valami gazdag űrgék vannak vele. It can't hurt. What do I have to lose? You? You're a winner if I ever saw one. Then where are they? In an abandoned house on the eastern coast. Who knows what keleti parton vannak. Send them to Hades, then loot them for all they have. We'll be rich. Hát nem biztos, hogy ez olyan könnyű lesz. I'm keeping some of these golden fortunes though. No negotiations. Azt mondta, hogy win-win szituáció. Mindenki nyer belőle, de nem hiszem, hogy ez olyan könnyű lenne. These are my terms. Oh, fine, fine. Now teach those strangers what it means to be Kefalonian. Draw blood or bleed. Jól van. Na nézzük, lépünk-e szintet. Így van, lépünk, négyes szintűek lettünk, úgyhogy szerintem akár meg is küzdhetnénk a Mercenary-val. Abilities. Na nézzük, milyen ability-ket tudunk. Ezek az ability-k az ötödik szinten, tehát egy szinten följebb fognak kinyílni. Na nézzük, ez micsoda? Aha, jó, ezt nem használom, ezt se használom. Ami még jó jöhet, az az assassination, akkor több damage, 20%-kal több sebzést okoz asszaszinálás közben, illetve ez is egy egész jó ability, a mérgezés. 15 másodpercig mérgez. Úgy emlékszem, hogy a tűzsebzés a legjobb az összes közül. Ezt a kettőt is nagyon használtam még eddig. Bár lehet, hogy most a legelején kellene költenünk egy ilyenre, hogy a harcba tudjam használni. Na, minden esetre ezt most megveszem, és akkor az ötödik szinten meg majd költünk erre. Hogy akkor legyen egy ilyen 250%-os damage. De nem hiszem, hogy sokáig fogom használni ezt az ability-t.
Jó. Na, haladunk, srácok, haladunk. Ez teljesen rendben van. New Engraving. Plusz 2% Warrior Damage. Nézd, itt van Phoebe. Mi a gondja Phoebe-nek? Ezt még most, akkor megcsináljuk ezt. How it always goes. I didn't get my money, and I'm running another errand for him. Why do you let him boss you around? I owe him a debt from the past. Oh, did you borrow that? Tartozunk neki. Megmentette az életünket. Few people would take in a runaway they caught thieving. I was just a kid. I'm just a kid, and I've done pretty good for myself. What do you want, Phoebe? You know Kausos? The town on the other side of the island? Why? People there are sick, and my friend Kina is too. There is a blood. They say it's a curse, and they need help from the gods. I told you, I'm not a god. But Ikaros is a bird. That doesn't mean you can't help. Jól van, segítünk neki. All right, I'll look into it. Jó, ezt a küldetést még megcsináljuk, srácok. Segítünk, és akkor utána levadásszuk a mercenaryt, a fejvadászt. És aztán megküzdünk a Klykops, a Kyklopszal. Mennyi nyilam van? Ja, itt van 40, írja. És vajon visszaszedi a nyilakat egyébként? Hát igen, visszaszedi a nyilakat, teljesen jó. És van egy... De hogyha nem találom el, akkor... Oh, nem. Szedi vissza. Ó. Oh. Ezt miért régették fel ezt a települést? Eléggé durván néz ki. What's happened here? Take them away. You're murderers! Murderers! If the gods won't help you, this sickness must be destroyed by our hands. We have no choice. Help us! Valami, azt hiszik, hogy olyan fertőző betegség azért égetik fel a települést. Kausos was consumed by plague. We couldn't keep up with the bodies. It was spreading. Igen, igen, ez egy ilyen valamilyen fertőző betegség. We survived the massacre, but he'll kill us now. Ők túlélték a betegséget, de mégis meg akarják ölni őket. But I don't know anything about the plague. There is nothing you can do. No! If you intervene, I will be forced to defend the gods' wills. Save us from him! Have pity! We aren't even that sick! We'll get better! Nobody gets better! This is the only way all of Kefalonia will save itself from extermination! Please! We have children! Minket is meg akarják ölni, mert félnek, hogy ők is terjesztik a betegséget. Misztios! Let them go. Hogy menjenek el. What? You're no god. Ő nem Isten, igazából. Na nézzük a Perryt. Aha, jó, oké. Megy a Perry. Ez más nem sikerült ez a Perry, de nem baj, nem sebzett olyan sokat. Lehet, hogy mégiscsak át fogom állítani a hard módra. Attól függ, hogy mennyire tudom elintézni a fejvadászt. Hogyha normálban nagyon nehéz lesz, akkor nem fogom átállítani. Hogyha nem lesz olyan nehéz, akkor igen. Na, itt van. Hello. You're a hero. That priest came from the underworld. Some man of the gods. The real god sent you. Time to go. We're well enough to travel, but need healing. Before you go, take my drachmi. It can't pay for what you gave us, but it's all we have. Nem. Forget ezt most nem veszem el. Just travel safely. You're a gift from the gods, Eagle Bearer. I hope they bless you. Szükségük lesz rá. Bye, Kina. Be safe.
Jól van. Na, ez is megvan. Nézzük meg, hogy mennyit fejlődtünk. Aha, félig van. Jól van. Akkor nézzük meg akkor a Mercenary-t. Hol is van map. És akkor szépen levadásszuk ezt a... Ha, most már nem piros nekem. Ja, várjál, nem ezt akartam. Be akartam jelölni. Itt van. Így. Vamos, away! Kérdés, hogy... Ha, follow the road. Ó, oh, jól van. Szóval itt is van egy ilyen autópilóta mód, amivel... Húha, hát ez az autópilóta kicsit időnként össze is szemegy. Jól van. Na nézzük. Mit tud ez a... fejvadász? Valahogy úgy lesz, úgy fogom megtámadni, hogy a... Valahogy lesből kellene rátámadni. Meg kellene nézni, hogy merre járkál. És akkor hátba kéne támadni. Hello. Ez most ott áll. De hát eddig járőrözgetett. Kérdés, hogy vannak itt még egyébként katonák rajta kívül? Itt egy láda, ott azon a részen vannak még ott katonák. Ezt mondjuk el kéne kerülni. Jó, akkor megpróbálom hátba támadni, így errefelé. Csak óvatosan. Szeldbe megyünk. Ez az igazi assassin módi szeltámadás. Remélem nem most fog elfordulni hátrafelé. Ez az. I just want my reward. Mi? Alig sebzek rajta. Bakker, lehet, hogy ez nem volt jó ötlet. Bakker, úgyhogy nem tudok hílelni. Meg kell próbálnom. Oké. Ez elég nehéz volt. De ettől függetlenül lehet, hogy átállítom hardra. Aztán majd visszavesszük, hogyha nagyon-nagyon nehéz lesz. Kíváncsi vagyok. Jó, ezt most nem lopjuk el, mert ez büntetés jár érte. Most úgyis egy csomót lootoltunk ezen a részen. Jól van. Ó, wow, itt egy csomó küldetés van. Kill the Necromancer. Mik ezek a küldetések itt? Aha, ez egy küldetéshez tartozik. Jó, okés. No. Az a kérdés, hogy nem kéne szintet léptünk ahhoz, hogy a következőt. De hát 4-esnek írja, úgyhogy akkor menjünk oda-vissza. Ja, bár ott a lovam. Ella. Na. Jól van, haladunk egyébként. Teljesen jó, rendben van. Nem arra, arra megyünk, csak kerülő út van járkál. Hasonlít egyébként az egésznek
a játék mechanikája a Valhallához. Merre, mert itt egy csomó célpont van. Ennyi? Azt tetszik, hogy ez tud így fókuszálni és beteggeli a dolgokat. Na, meg kell ölni őket. Az a tél. Nem is emlékszem, mennyire lehet ez nehéz, ez a küldetés. Na, gyere ide. Nem jössz? Nem jön. Na most miért nem jön ide? Őt nem tudom úgy átverni. Az nem sikerült. Az elég durva egyébként, jó sebzek. Azt tuti, hogy biztos, hogy challenging lenne hard módba az egész. Itt kell ez ennek. Meg mit lövöldözöl? Húzzál el! Na. Ó! Erre a szemétládára emlékszem. I normally have someone else do the field work. I don't suppose you know how to get this stain out. There'll be more blood if you step closer. Perhaps. But then you won't hear my proposition, Mistyus. Azt hiszem, ő tudja, hogy kik vagyunk. Not much sympathy for the men who work with you. Not with me. For me. Employees. Now ex-employees, I suppose. Miért ölte meg a saját alkalmazottját? So you don't work for the Cyclops. Your kind aren't usually believers of myth. Not the monster, the man. You're an outsider. Why are you here? Ő egy kívülálló. Not from Kefalonia. I'm here because what I'm looking for is you. Minket keres. Biztos vagyok benne. If you'll follow me, Cassandra. How do you know my name? I'm Elpinor of Kira. How do I know your name? I did what you did. I asked and people told me. Tell me who sent you. An inquisitive nature. Good. That will help. You know more than you let on. Knowing you is in my best interest. And knowing me is in yours. Olyan rébuszagba beszél a csávó. Nem mondd el mindent. Penelope's woven shroud. I need you to steal it back.
Ha kell neki valamilyen lepel, Penelope leple. Vissza kell szereznünk. Ez egy megbízás. Then it's agreed. There's a rowboat in the harbor. Use it. It's not meant for open water, so be wise. Nem lehet vele. Ezt a hajót fogjuk megkapni, de nem lehet vele nyílt vízre menni. Oh, and Mistyus. Don't fail. Ne bukjunk el. Még fenyegetőzik is a szemétláda. Ó, emlékszem, hogy ez egy ilyen tenyérbe mászó alak. Ez itt nem volt semmi lootolni való? Hogy már teljesen másik helyen vagyunk? Jó, követjük a küldetést. Kaptunk egy új engravinget, meg... Át kell mennünk egy másik szigetre, Itakára. Egy pillanat, igen, ez lesz a következő küldetésünk, viszont itt átváltom az 5-ös 24% poison damage. Lesz, ez lesz a jó most per pillanatra. Fel kellene fejlesszük a gírünket. Ez mit tud? Minus 100% cooldown duration, hero strike ability on successful parry. Nem a legjobb. Ó, igazából szerintem elkezdek fölöltözni. Hogy magasabb szintű legyen a gírem. Jó, ez a fegyver is, de... Most egy egyszerű kardot fogok használni. Igazából ez a legjobb fegyver, ez a gyors fegyver. Emlékszem, hogy ilyenből volt nekem annak idején. Jó. Legyen ez. Legyen ez is akkor mindegyik. Na mi, lovat is kaptunk egyébként? Ó, igen, kaptunk. Jó. Na. Menjünk át akkor a szigetre. És... Ja, nem költöttük el az ability-nket. Mert csak az ability-t nem költöttük el. És kinyílt a következő. Ez az. Most ezt fogjuk megvenni. Mert ez heal-el bennünket, és az bizony kell a harcba. A heal-elés. Ez még nagyon jó. Ezt sokat használtam, erre emlékszem. Nézzük, mik vannak még itt. Ez 20% warrior damage, oké. Ez ilyen pajzstörő, ez kell még, mert egy csomószor van pajzsos emberke. Ez ilyen charge attack. Ha ez meg a nyíl sokszorozó. Ez van a Valhallába is. Ez micsoda? Paralyzing arrows. Itt lehet háromféle erót, ugye szintjei meg vannak a szintjei ennek a képességnek. Jó, oké. Na akkor erre költjük. És akkor ezt berakjuk Y-ra. Jó. Na, és ez egy ruin. Valószínűleg lesznek itt emberkék, úgyhogy ezt majd mindjárt meg kell néznünk. Össze kell gyűjtögetnünk őket. Elég sokan vannak, bakker. Van egy kincs.
Mennyien vannak? Ó, ott van egy tábla, az mindenféleképp kelleni fog nekünk, mert az a hajónak a fejlesztéséhez szükséges. Ó, egész... Mondjuk azok ott vadállatok, szóval az nem biztos, hogy játszik. Jó. Menjünk fel. Nem mondom vagyok, hogy inkább lopakodjunk. Ki tudja még, mit fogunk találni, vagy kivel fogunk találkozni. Csak csendbe, aztán majd meglátjuk, hogy... Nem is tudta, hogy itt van ez a hely. Egész az idő alatt, hogy Kefalóniába volt. Csak óvatosan. Van fönt egy Chávez. Oké, okay. Kapta halt. Nézzük a többit. Tök jó, mert a hátuk mögé tudok kerülni. Ez jó ötlet. Hát nem is kell mindegyiket kinyírnom, csak azokat, amelyik itt a környéken vannak. Na, itt van egy kutya. Ezt le tudom, hogy le tudom íjászni innen. Okay. Hoppá! Ja, hogy hangot adott ki a kutya. Oké. Eltoltam. Ezt hogy találtál? Hát elmozdult a levegőben, módosult a röppájája az íjnak, vagy mi? Kapta halt. Ez is lehet, hogy az lenne jó, hogyha elrejtőznék egy kicsit. Ezt majd később. Megint szeltbe megpróbálni. Túl sokan vannak, hát ennyit nem fogok tudni kinyírni. Ah, de jó, nem másznak ide föl. Very nice. Oké. Kapta. Egész jó vagyok egyébként szeltbe. Jó, mondjuk az előző akció nem ezt tanúsítja, bevallom, de... Na, rá meg. Őt meg felülről megfog... Azaz... Ez nem volt a legjobb ötlet. Igen.
Igen, csak az nem ér messzire, igen, igen. Jó cucc, csak nem ér messzire. Ó, oh, teljesen jó. Kaptunk egy kardot is. Itt van egy kőtábla, azt gyorsan megszerezzük. Nincsenek másokan, én nem mondó vagyok, hogy szerintem az kéne, hogy ezeket mind itt leasszaszinálom. Ez pont erre néz, nem baj. Baj, gyere csak. Gyere csak. Hát gyere ide. Kapsz, halsz. Kapsz az. Helyes. Na. Legalább ezt a részt itt kitisztítottuk. Ha megvan, és emiatt van itt még egy tábla valahol. Olyan hol lehet? Azt írja, hogy van még itt. Már az a jó, mert azért kapunk egyébként plusz XP-t. Nem az egy hajóroncsot. Itt van még egy... Nem azon a részen, ezen a részen kell, hogy legyen itt még egy tábla. Nem jelzi. Jó. Itt viszont van valaki, akinek segítünk. Így is van. Segítünk neki, mert kapunk érte XP-t. Szavasz. Odessa. Ithaca is a dangerous place to wander around on your own. You're wandering around on your own. Kis visszabeszélős. You're right. I can't fight a camp of bandits by myself. Could you help me to get to Odysseus's palace? I can pay. Na, persze. I'll help you get to the palace. Ha fizetsz, elkísérlek. What do I call you? Cassandra. I'm Odessa, named after the great Odysseus. Oh. Odysseusról kapta a nevét. Na, gyere. Nincs itt már senki, mindenkit kinyírtam. Nincs itt már senki. Jöjjön egy kőtáblát valahol. Arra menjünk. Hol lehet az a kőtábla? Vagy valami papírusz, vagy mi? This is it? It's just rubble. What were you expecting? I don't know. Something more grand. My parents named me Odessa. I'm Odysseus's namesake. I thought if I came here, I might understand him more. Well, do you? Not at all. Take me to my boat. I'll pay you there. Jó. Hát akkor vigyük vissza. Kísérjük vissza a hajójához, a csónakjához, és akkor ott kifizet bennünket, azt mondja. Megfizessé. Na. Well, this is for you. Köszi, köszi, köszi. Why is that place so important to you? Are you joking? Odysseus lived there, ruled there. He ended the Trojan War, eluded Scylla and Charybdis. He had everything. Loyalty, love, fighting spirit. He had the attention of the gods. Fighting spirit. That caused him a lot of trouble.
Most Odysseusról beszél, ugye ő azért jött ide most, hogy kicsit jobban megértse azt az embert, akiről elnevezték őt. Giving up guarantees you never will. You're the first one to encourage me like that. Just know. Na, bátorítjuk egy picit. Higgyen az álmaiban. It's what I seek. It's what I've desired my entire life. I refuse to end up like everyone around me, content to go about their daily lives until they're forgotten in death. Nagynak lenni nem könnyű. Olyan akar lenni, mint Odysseus. Tölts időt a családoddal. Éld a saját életedet. Azt szeretnéd, hogy emlékeznek rá, vagy boldog szeretnél lenni? Jó kérdés. Na jól van. 188 drachmát kaptunk. Szóval nem hagy nyugodni, hogy itt még van egy tábla valahol. Hol lehet? Szóval nem nagyon jelöli a térkép, az a baj. Itt a robokba kell, hogy legyen valahol. Na mindegy, majd megkeresem máskor, ezzel nem. Viszont ezt a chestet itt szerintem behúzom, ami itt van lent. Van egy olyan fegyver, képzeljétek el, amivel így lehet korlátlanul tudsz búvárkodni, nem kell paráznod a levegő miatt. Na jó. Visszamegyünk ide. Mi ez a nagy hajó itt? Ezzel jött a izé? Ugye visszavinne a küldetés bennünket ide a csávóhoz, az unszimpatikus csávóhoz, hogy adjuk neki oda ezt a leplet, Penelope leplét. Itt vannak az ellenséges katonák is. És ha jól emlékszem, át fog verni bennünket. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de valami ilyesmi lesz. Na nézzük, mit mond. Cassandra? Good news, I hope. Safe and sound. Well done. And now the shroud is yours. You don't want it? After Janus ez nekem. I gained something more valuable today. For your troubles, Mistyos. Me? If I knew any better, I'd think you were testing me. Perhaps. You did well, Mistyos. Tell me, how do you feel about killing a general in Megaris? Do this for me and beteg ez a csávó. Azt az érdekli, hogy éreztük magunkat a Megaris generálisnak a megölése. Mi van? Generals bleed like anyone else. Így van, mindenki érzik. Még a generálisok is.
I accept. Jó, elfogadjuk, más lehetőségünk nincs. You have one, don't you? If I had a boat, we wouldn't be having this conversation. A shame. It's too far of a swim, I'm afraid, even for you. I'll find one. Good. I hope it's sturdy. And why is that? The seas are much more dangerous, I'm afraid. War is coming. A tenger veszélyes. On the wrong side. You won't be disappointed. When your job in Megaris is done, come find me at Pilgrim's Landing in Fokis. Fokis. Az lesz a következő állomás. Az máshol van a térképen. Azt hiszem, hogy egy másik... Hát így gyakorlatilag egy a szigetcsoportnak egy másik felén van. Nézzük csak, hol van Fokis. Ahia. Megaris. Aha, itt, ide, ide kell menni. Ez lesz a következő szint. Jó. Ja nem, ide. Fokisba, bocsánat. Ez lesz az. Itt, itt kell vele találkoznom. De előtte kell szereznünk egy hajót. Jól van, nem léptünk szintet? Nehezen megy ez a szintlépés, még így a legelején. Legelején. Na, és akkor ez a fő történeti szál egyébként hozzá kapcsolódik. Ó, ez, aha, van egy ilyen aréna. Emlékszem is egy ilyesmire, van egy ilyen aréna, igen. Jó, nézzük csak vissza a térképre. Hol van a Kyklops? Azt mondja, hogy... Shark, az egy cápás küldetés. Sailing. És... Shipbuilder. Beszéljünk a hajókészítővel. Mi kell neki? Gondolom kell neki valamilyen pénz. Valamennyi zsé kell neki, de az is lehet, hogy valamilyen küldetést ad nekünk. Ez majd még kiderül. It's a fine ship that you must. Hát vagy lehet, hogy nyersanyagot kell neki szereznünk. She is that. Ready to ride the waves for the right captain and the right price. What'll it take for you to part with her? Oh, couldn't let her go for less than 100,000. Me? 100,000? Who has Úristen. That much? Someone who's serious about buying a ship. You think craftsmanship like this is given away? 100,000 bekerül. I tell you I still need 100,000 drachmi. Besides, even if I took your obsidian, a ship this size needs an army to sail it. This is Kefalonia. I could always find someone down on their luck and willing to work for next to nothing to get off this island. The seas are treacherous now. Well, more than usual. It would be suicide. You're not being very helpful, Telimenes. Not sure if this helps, but rumor has it the Cyclops is coming for you and Marcos. Csak el kell intéznünk a Cyclopsot, mielőtt elmegyünk. Rumors mean nothing. Don't believe everything you hear. Rumor also has it his ship is docked in Kleptus Bay. His ship, you say? I'll have to pay Kleptus Bay a visit. Be careful. That one-eyed brute has a nasty temper. Az egy nehéz fiú. So I can take his ship and deal with the Cyclops at the same time. Two birds, one stone. Ah, van egy hajójuk. Az jó. Kettő, két legyet egy csapásra.
ellopom a hajójukat, és megölöm a Cyclopsot. De várjál, nem biztos, hogy gyalog megyek, nézzük már meg, hogy van. Ja, van gyors utazási pont. Még azt hittem, hogy majd elsétálok odáig. Na, nézzük. The Cyclops. Time to have a little chat. Kicsit körbenézek. Jó lenne elintézni az ürgéket, akik itt a környékén tanyáznak. De ne legyen meglepetés. Azért elég sok mindenki mászkál erre felé, ahogy látom. Jó. Jaj! Óvatosan kell ugrani. Óvatosan kell ugrani. Na és akkor a... Már eme, ott is van egy, akit nem teggeltem be. Van valami rabszolga, vagy ilyen valami hasonló, azt ki kéne szabadítani. Hihetetlen, mennyire sebződök. Hogy sebződhetek ennyire? Oké. Okay. Hát persze, hogy az is leesik. Nagyon jó. This used to be a nice village. But now it's just a nest of anarchy and crime. Ez jó. Jó, jó ez a fegyver. Ez a gyors fegyver. Ha, ez lesz az a csávó. Ez a fegyver nem sebez sokat, viszont cserébe nagyon gyors. Úgyhogy ilyen szempontból ez jó lesz. Hoppá. Jó. Oké. Ja nem, följebb van. Vagy mégse? Na, itt a Kyklops. Barnabás. Barnabás. Ő a Barnabás. Őt meg kell, hogy mentsük. Ott a szeme. Zseniális. Zseniális. Like it when people call me that. I didn't. But you're so fat. I mean, big and strong. And you really do only have one eye. My eye. Give it to me. Oh, give it to kicsit. Me. I won't kill Marcos for having you steal. Lip sync elcsúszott. To me. You want it?
Ez zseniális. Forget it. Elképesztő. Na? Jó, jól van, nem olyan nehéz ez. Oh. Mondjuk a... A perrit nagyon sűrűn kell használnom. Kíváncsi vagyok egyébként, mennyire fog fájni, hogyha hard módba tolom. Hopp, na mi van? Ne már! Beszorultam egy pillanatra. Az, na még van valaki. Nem ért láda. Jól van. Hát, most azon gondolkodom, hogy váltsunk nehézséget. Hát lehet, hogy jó lenne egyébként. Kipróbáljuk. Nem működik. Na, Barnabás! Add nekem a hajód! Így van. Rats like these have friends on Kefalonia. By Zeus, these Kefalonian bandits are not. Várjál, mindjárt jövök, csak itt még loot van. Úgy, meg közben kiszabadítjuk a haverokat is. Lesz legénységed. Há? Látod, itt van. I can help you, tessék. Tudod, hogy milyen jó fej vagyok, látod? Na. Barna más, várjál meg! Várjál meg, veled tartok. Na, de azt hiszem, hogy egyébként még nincs meg a hajója, mert őrzik a hajóját. Valami olyasmi van. Na. Vagy az az övé ott? Az a roncs? I can't thank you enough. After spending most of my life at sea, it would have been absolutely shameful to drown in a pot. Ah, where are my manners? I am Varnavas, captain of the Adrestia. Well, Varnavas, I'm pleased to meet you. I'm Cassandra. Na, ő a kapitány. Igen, jól emlékeztem, hogy neki van hajója. Oh, but you're much more than that, I'm sure. What do you mean? When they forced my head underwater, I prayed to the gods, and when they pulled it out, there you were. No. You called, and I answered. Én vagyok a válasz az imáira. To have blood of the gods in their veins. You're the first I actually believe. Na, nekünk hisz először életében. So, you have a ship? Of course. Gods forbid I'd end up stuck in this place. De úgy emlékszem, hogy vissza kell szereznünk. Egy neki hajója, van hajója, csak vissza kell szereznünk. Igen. Perhaps the fates brought us together after all. I'm in need of a ship and a crew. You saved my life. It would disgust the gods to not offer it in return. So, that's a yes? My ship, my crew, and my services
Így van. Na, összebarátkoztunk. Fajn. Gods, no. And I thank them for that. Come now and see the Adrestia. Na, azt mondja, hogy nem tudok, még itt volt két treasure. Amit nem szedtünk ki, azt hiszem, hogy három volt összesen. Hát, ha megtalálja a varjú. Hopp, hopp, ott volt valami. Vagy nem? Nem, találja meg még. Szerintem az a baj, hogy ugye a varjúnak is fejlődik a, vagy nem a varjúnak, hanem a sasnak is fejlődik a képessége. Hogy fejlődnek a képességei, és azért nem találja még meg. Tehát, hogyha magasabb szintű lesz a var, vagy a sas, akkor sokkal több mindent meg fog tudni találni messzebbről is. Tehát messzebbről be tudja jelölni az enemit, és így tovább, és így tovább. Valami ilyesmi van szerintem. A sziget másik felén van? Ne viccelj már velem. Ja, várjál, lehet, hogy ott van egy gyors utazás. Tudok-e ide gyors utazni? Nem tudok. Nem tudok. Hát, tudod mit? Akkor lehet, hogy lent a parton végigmegyek. Lovacskával. Off we go now. Ja, ez volt az a camp, ahol a, volt a Phoebe fogva tartva. Ja, hát ez volt az a hajó. Ha. Ez volt az a hajó, ami állt a kikötőbe. Jól van. Oké. Okay. Na, akkor most már vágom, hogy mi a helyzet. Na, Barnabás. Okizba kell, hogy menjek. Segítesz? We are ready when you are, Captain. I am ready. Jaj, Phoebe. Wait for me, Cassandra. Te most nem jöhetsz velem. You're coming, are you? If you're going, I'm going. Nem már, veszélyes. De nem azt fogom mondani neki, hogy túl kicsi még. Azt fogom mondani neki, hogy ez az otthona. You'd leave your home? I would if it meant staying with you. You can't go where I'm going. I need to be alone. Who's going to keep you company? I'll be fine. Ki lesz a társaságom, kérdezi. If I can't come, then take nem is Hara. Nagyon akarom egyedül Hara? Hagyni. My pet eagle. She's my friend. Mother gave her to me. Kis van egy sas. She'll be your friend now, and it'll be like I'm there with you. Ó, azt nekünk adja, hogy emlékezzünk rá, hogy emlékeztessük, hogy itt van. Besides, I love Kina to play with, since you saved her. Go easy on her. She may still be shaky with her fever. But you have to promise we'll see each other again. Jól van, megígérjük, hogy... I promise. You haven't seen the last of me. Így van, még találkozni fogunk. I will, don't worry. Úgyis jövünk még majd vissza. Cassandra! Leaving Kefalonia without a léhűtő. Your dear Marcos? Tell me it isn't true. Well, you're here now, so it won't be true. Goodbye, Marcos. All these years as a dynamic duo! I'll never replace you! Well, I may need another assistant someday, but it won't be easy. Na, én tudok is egy egy partnert neki. All right, come here. Yes, bring it in. Oh, will I ever miss you, Cassandra? Thanks, Marcos. I'll miss you too. And what does the future hold for you? Wine, of course. Though you never know when the vines. Még mindig bort akar termeszteni. Vagy termelni.
Speaking of adventure, I have a task for you, dear Phoebe. An adventure? Yes! Already following in your footsteps, isn't she, my friend? Na, legalább akkor ők egymásnak ott lesznek, jól van. Ready to set sail? Ready, let's go. Prepare to cast off. It's time to leave. Good! The tides wait for neither man nor woman. Time to go. Let's go. Let's go sailing. Where in this big, beautiful world does the mighty Cassandra want to go? Megaris. Megaris? But we'll be sailing. Na, akkor nem Fokiszba megyünk. General's head. Megarisba megyünk, akkor mégiscsak jól gondoltam. The wolf. Who wants Nikolaus of Sparta dead? Nikolaus of Sparta. Nikolausszal kell találkozzunk. A wolfa. Na itt, a, itt az eredet sztorinak a második része. To prevent Sparta's fall, the child must fall first. You can't let this happen. Please, you do no harm. He'll help us. He will lead us. Silence! De le akarják dobni a tesónkat. Hol van az apánk? Nikolaus. Pay for her dishonor, for the life she has snuffed. She is not Spartan, Nikolaus. Meg kell, azt mondja, meg kell fizetnünk azért, hogy meggyilkoltuk, úgymond azt az ártatlan embert, aki ledobta a gyereket. Kicsit olyan, mint hogyha be lenne lassulva a gameplay. Azt hiszem, hogy ez a Taigetos egyébként. Mi? Most mondott valamit? Nem. Húha, az elég magas. Hogy értük túl? Akár. Hű, de magas az. Hogy érte túl a gyerek? Úristen. Az komoly. Na, de nem baj. Itt vagyunk. Élünk és virulunk. But I don't understand. Of all the places under Ilios, why risk our necks to go there? The wolf of Sparta is my father. És főcím lesz, figyeljétek. Gondoltam, ez egy tipikus ilyen. Na, Assassin's Creed Odyssey, elkezdtük, srácok. És szerintem tovább most nem fogunk haladni a sztoriban. Ez a röpke 3 órácska itt elrepült. Megnézzük még a cinematikot, és ott lesz vége a mai streamnek. Well, when the Cyclops was giving me a drumming, his pirates took my cargo. I know their ship, and I know where they're heading. What say we get it back? Sure. It'll be a good opportunity to see how your ship and crew perform.
Na, nézzük akkor, hogy hol vagyunk per pillanat. Map. Ja, ja, hogy még át kellene hajóznunk. Jól van. Gondolom át el kell mennünk ide Megarisba. Igen, itt folytatódik tovább a történet. Jó. Viszont ezt már csak a következő streambe fogjuk megejteni, úgyhogy addig egy kicsit tápolok, megcsinálom még az elmaradt mellékküldetéseket itt, meg ezeket a kérdőjeleket megnézem, és akkor utána jövő héten lesz belőle stream, jövő hét hétvégén lesz egyébként, valószínűleg szombaton fogjuk folytatni ezt a történetet, és csütörtökön meg Red Dead Redemption lesz, akkor fogjuk kezdeni, azt hiszem délbe, delet írtam valószínűleg, úgyhogy csütörtökön találkozunk. Srácok, kösz szépen, hogy itt voltatok, kösz szépen, hogy benéztetek, hogy megnéztétek, és hát találkozunk legközelebb. A szevasztok! We'll be right back.